Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 80 millió forintos támogatás, átadták a Hőgyészi székelyházat. Cinegemadár népdaléneklési verseny. Idén 37 egyéni vagy csoportos fellépő állt a zsűri elé. Fél évszázada tevékenyek, ünnepelt a Tamási Esthajnal nyugdíjas klub. Schwab fiataloknak tartotta konferenciát, a jövő évi választásokra készül a hazai németség. A megalakulásának 25. évfordulóját ünneplő Hőgyészi székelykör hétvégén adta át közösségi házát, melynek létrehozását a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága 80 millió forinttal támogatta. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a bukovinai székelyek annak köszönhetik azt, hogy itt lehetnek, hogy őseik kiálltak identitásuk, magyarságuk, hitük mellett. Ünnepeljük azt is, hogy kitartottunk, és a kitartásnak mindig megvannak a gyümölcsei. Ezeket a gondolatokat a Hőgyészi székelyház ünnepélyes átadóján fogalmazta meg a térség országgyűlési képviselője, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki elmondta, 2018-ban fogalmazódott meg a közösségi ház ötlete, amelyre három ütemben biztosított forrást a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága. 1945-ben részben a kitelepített németség helyén, Tolnában, Baranyában és Bács-Kiskunban találtak új otthonra a bukovinai székelyek. Hőgyészen mintegy 90 székely család telepedett le akkor. 80 millió forint támogatási összegből tudtuk felújítani ezt az épületet, az udvart, a melléképületeket, így egy kiváló közösségi hely alakult ki itt Hőgyész szívében, ami szolgálja az itteni székelyeket és természetesen minden hőgyészi embert. A valamikori jegyzői házban a 25 éves fennállását ünneplő szervezet többek között két állandó kiállításnak is helyet biztosít. Csibi Krisztina, a Magyarságház igazgatója a közösségi házban látható Emelt fővel című kiállításról elmondta, a tárlat a bukovinai székelyek 1941-es hazatelepítésének évfordulójára készült. A másik kiállítás a nemzetség ruháit, eszközeit őrzi. A cél, hogy a mindennapokban élettel töltsék meg a felújított épületet. Szeretnénk itt a főző tanfolyamtól kezdve a hímző tanfolyamig, a próbákig, a régi tárgyaink bemutatásán keresztül szeretnénk felolvasó estet, illetve elkezdtünk egy bukovinai székely könyvtárat fölépítgetni. A jövőben minden korosztály számára helyet és programokat kínál majd a székelyház Hőgyészen. Meghosszabbítottuk az árstoppokat, és maradnak az ellenőrzések is. Ezekben a nehéz időkben nincs helye a nyerészkedésnek. Az online árfigyelőrendszerrel fellépünk a túlárazás ellen is, közölte Szentkirályi Alexandra. A kormány szóvivő hozzátette, nincs pardon a trükközésre. A kereskedők az elmúlt hetekben, hónapokban az ellenőrzésekkel, az árstopp-razziákkal most már ezt a következtetést maguk is le tudják vonni. Fontos az, hogy a továbbiakban is mindenki az előírt mennyiségű készletet biztosítsa a boltokban, és ezt a meghatározott áron tegye meg. Az árstopok bevezetése óta már több mint 6000, egész pontosan 6428 üzlet került az ellenőrzés körébe. Ezek azok az üzletek, ahol általánosságban a legtöbb fogyasztó vásárol. Ebből nem is kívánunk engedni, tehát amíg maradnak az árstopok, amíg ezek a szabályok velünk lesznek, addig a hatóság is folyamatos ellenőrzéseket fog végezni. Ezek a vizsgálatok országszerte jelen vannak, napi szinten történnek. Fontos, hogy védjük a fogyasztókat a szankciós infláció hatásaitól, ezért minden ezzel kapcsolatos visszaélés az elfogadhatatlan, és a jövőben sem fogjuk tolerálni, ahogy eddig sem tettük. Minden nehézség ellenére már az idei év első három hónapjának adatai alapján biztosan mondható, hogy Magyarországon 2023-ban is meg fog dőlni a beruházások rekordja, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető a jelenlegi nehéz körülményekről beszélt, aláhúzva, hogy az utóbbi három évben példátlan módon kétszer is teljesen a feje tetejére állt a világgazdaság a koronavírus járvány és az ukrajnai háború miatt. Kiemelte, hogy a
fegyveres konfliktus árát egész Európa fizeti, azonban a szomszédságban élők ezekkel a hatásokkal különösen súlyos és közvetlen módon találkoznak, legyen szó akár az energiáról, akár az inflációról. Úgy vélte, hogy a gazdasági kihívásokat jól érzékelteti, hogy az Európai Unióban tavaly 15%-kal visszaestek a zöldmezős beruházások az egy évvel korábbihoz képest. Ellenben hazánkban rekordot döntött a működő tőke beáramlása, 6,5 milliárd eurónyi beruházásról született megállapodás. Ismét szebbnél szebb dalok, dallamok csendültek fel a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében, mely a Bogár István emlékére rendezett Tolna vármegyei Cinege Madár népdaléneklési verseny elődöntőjének helyszíne volt. 2023-ban 37 egyéni vagy csoportos fellépő állt a zsűri elé különböző népdalokkal. Ismét megrendezték a Tolna megyei Cinege Madár népdaléneklési versenyt Szekszárdon. Az eseményre azokat várták, akik kedvelik a népdalt, szeretnek énekelni vagy hangszeren játszani. A programon egyénileg és csoportban is részt lehetett venni. Az elődöntőre a Tolnai vármegye székhelyről, a környező településekről érkeztek, de voltak Bölcskéről és a Völgységből is versenyzők. De megmutathatjuk, mit tudunk, és izgalmas. A népdaléneklési versenynek több évtizedes hagyománya van. Még 1990-ben hívta életre Szabadi Mihály. Ez idő alatt számos alkalommal megrendezték ezt az egész vármegyét megmozgató találkozót, amely később aztán abba maradt, és csak 6 évvel ezelőtt indult újra útjára. Az idei megméretetésre 37 nevezés érkezett. Többféle szempont van először is, hogy milyen dalt választasz, olyan szempontból is, hogy azért a magyar népdal kincsnek mennyire értékes elemeiből válogatnak, aztán ki a saját egyéniségének, korának megfelelő dalt választ-e. És hát természetesen az előadásmód. A döntőt május 26-án rendezik meg, szintén a Babits Mihály Kulturális Központban. A legjobb előadók, együttesek pedig meghívást kapnak a szekszárdi szüreti napokon megrendezésre kerülő Cinege Madár gálára. A kormány folyamatosan megújítja a szakképzést, évek óta nő a szakképzésbe jelentkezők száma, és javulnak a tanulmányi eredményeik is, jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a 16. Szakma Sztár Fesztivált megnyitó beszédében Budapesten. Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén hangsúlyozta, minden 10 általános iskolát befejező tanulóból 6 a szakképzésben folytatja tanulmányait, a legnépszerűbb iskolatípus pedig a technikum. Hozzátette, a duális képzés bevezetése is hasznosnak bizonyult, mind a vállalkozások, mind pedig az ország összteljesítménye a gazdasági növekedés szempontjából. A jelentkezők számának növekedése és a javuló tanulmányi eredmények pedig azt mutatják, hogy a tanulók és családjaik számára is bevált az új rendszer, mondta. Az ukrán-magyar határszakaszon 5705-en léptek be Magyarországra vasárnap, a román-magyar határon belépők közül pedig 7245-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából jöttek, közölte az országos rendőrfőkapitányság hétfőn. A beléptetettek közül a rendőrség 73 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főosztály tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. A Tamási Esthajnal Nyugdíjas Klub fél évszázados fennállását ünnepli idén. A jeles eseményről közösen emlékezett meg a tagság, ahol a település polgármestere megköszönte, hogy a szervezet ilyen aktív. Köszönöm.
A Tamási Esthajnal Nyugdíjas Klub a hétvégén jó hangulatú rendezvényen ünnepelte meg fél évszázados fennállását. Tamási város polgármestere Porga Ferenc kiemelte, nem mindennapi ünnep ez a szervezet számára, ritka az ekkora múlttal rendelkező klub. Nagyon gazdag és szép múlt áll a klub mögött, élt, és azt gondolom, hogy él ma is a klub. A gazdag múlt mellett jelen, és én azt gondolom, hogy egy nagyon szép jövő is vár erre a közösségre. Aktív és összetartó társaságról van szó, emelte ki a település vezető. A Tamási Esthajnal Nyugdíjas Klub jelenleg 60 fővel működik. Törekednek arra, hogy minden alkalmat megünnepeljenek, hogy olyan színes programokkal töltsék meg az évet, amelyek maradandó élményt nyújtanak. A legújabb közkedvelt elfoglaltságuk a bingózás, de előszeretettel tartják meg a jeles napokhoz kapcsolódó bálokat is. Az élet 65 felett is szép, fogalmazta meg az Életet az Éveknek klubszövetség vezetője. Azt mutatja, hogy ebben a közösségben az emberek egymást megértik, elfogadják, és én úgy gondolom, hogy a támogatás, az empátia, az együttérzés, az sok közös öröm, az az egészségben eltöltött évek számát növelni fogja, azzal együtt, hogy amire 65 évesek leszünk, elég sok veszteség ér bennünket. Elveszítjük a szüleinket, az egészségünk megromolhat, sok esetben gyermekeket veszítünk el, barátokat. A veszteségek mellett nagyon fontos a közösségnek a megtartó ereje. Ez pedig mentálisan erősíti az idősebb generációt is, fogalmazta meg a szövetség ügyvezetője a Tamási Nyugdíjas Klub fennállásának 50 éves ünnepségén. Iskolák és diákok versenyezhetnek az időszaki használt mobiltelefon és elemgyűjtő bajnokságon. A fenntarthatósági témahét keretében április 24-e és május 28-a között. A kezdeményezéshez Tolna vármegyei intézmények is csatlakoztak. A verseny célja, hogy ráirányítsa a gyerekek figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás fontosságára. A 10 legtöbb mobilt, valamint a 10 legtöbb használt elemet gyűjtő általános iskolák diák értékes vásárlási utalványt nyer, valamint minden vármegye legtöbb használt elemet, valamint legtöbb használt mobiltelefongyűjtő iskolája 30 ezer forint alapítványi támogatásban részesül. A 12 éve működő Pont Velem program keretében idáig 753 ezer kilogramm használt elemet és 181 ezer darab mobiltelefont gyűjtöttek be. Tavaly már 165 iskola csatlakozott az időszaki gyűjtéshez. Fiataloknak tartott konferenciát a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata hétvégén Bonyhádon. A program apropóját a jövőre esedékes helyhatósági választások és az azokra való felkészülés adta. A szervezők nem titkolt célja, hogy minél több sváb származású képviselőt küldhessenek a képviselőtestületekbe. Ifjúsági találkozót tartott a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Bonyhádon. A háromnapos eseményre az egész országból érkeztek a résztvevők. A konferencia a szervezők szerint kiváló lehetőséget teremt arra, hogy kidolgozzák a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának ifjúsági stratégiáját. A találkozó másik cél pedig az volt, hogy a fiatalokat tájékoztassák a közelgő önkormányzati választásokról, hogy közülük minél többen induljanak képviselőjelöltekként. Alapvetően mindig igyekszünk meghatározni egy speciális témát, amin szeretnénk átmenni a konferencia folyamán. Alapvetően itt a három nap alatt elég kevés időnk van arra, hogy ezekbe mind nagyon belemenjünk, de igyekszünk csoportokat alkotni, hogy az ifjúsági stratégiának bizonyos pontjait azért ki tudjuk dolgozni. Most ugye közelegnek a választások, így adott volt a téma, így igyekszünk erre főként megoldásokat találni, és olyan stratégiákat kidolgozni, ami konkrétan hozzájárul ahhoz, hogy az ifjúsági stratégiát erre az időszakra meg tudjuk valósítani. A résztvevők csapatokban dolgozták fel a témán belül különböző részeket, és több innovatív megoldás is született a képviselőként indulás népszerűsítésére, megfiatalítására. Szeretnénk, hogy a nemzetiségi választásokon, önkormányzati választásokon egyre több fiatal jelöltesse magát képviselőnek, és erről beszélünk, hogy hogyan tudjuk elérni, hogyan tudjuk bevonni a fiatalokat ebbe az egész közösségbe. A megbeszélésen Schmidt Zoltán, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának pécsi regionális irodavezetője is részt vett.
Ő arról beszélt, a közelgő választások miatt most különösen fontos a fiatalok toborzása és tájékoztatása. Nekem személyesen is, de szerintem az egész magyarországi németség szempontjából is mindig is fontos volt, hogy legyen utánpótlás, mindig is, és most is, és ezért alapfeladatunk az, hogy a fiatalok jöjjenek a rendszerbe egyáltalán, be az önkormányzati rendszerbe is, persze a kulturális rendszerbe is, de most az önkormányzati választások előtt állunk, ugye egy évvel szinte előtte, és már elő kell elkészülni. Schmidt Zoltán azt is elmondta, meg kell találni azokat a fiatalokat, akik a saját településeiken másokat is be tudnak vonni ebbe a rendszerbe. Regionális híreink következnek. Burkolás, festés, állványépítés, ácsolás, építőipari, szakmaismereti verseny az iparkamarában. Darabos étellel etették a nyelési nehézségekkel küzdő beteget, megfulladt. Ápoló és orvos ellen emeltek vádat. 260 milliós fejlesztés, átadták a PEAC új birkózó csarnokát. Negyvennégy csapatból került ki az a legjobb 10, mely részt vett az építésszel elnevezésű szakmaismereti verseny döntőjén. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett megmérettetésen különböző építőipari feladatokat oldottak meg az általános iskolások. A vetélkedőn kiderült az is, a nők körében is egyre népszerűbb ez az iparág. Burkolás, festés, állványépítés, ácsolás. Csak néhány feladat, melyeket az építésszel elnevezésű szakmaismereti verseny résztvevőinek kellett teljesíteni. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében már évek óta zajlik az általános iskolások számára meghirdetett vetélkedő. Két forduló után most a legjobb 10 csapat mérhette össze tudását. Mindössze néhány perc áll rendelkezésre egy-egy feladat elvégzésére. A szakértő zsűri az értékeléskor nagy figyelmet fordít az esztétikára, a gyorsaságra, illetve a folyamatok helyes végrehajtására. Mi azt látjuk, hogy aki a döntőbe jutott, ez a 10 csapat, ez nagyon lelkes. 44 jelentkező volt erre az építésszel versenyre, amit már 5. éve rendezünk meg, és akik ebbe a döntőbe bejutottak, ők azt gondolom, hogy a legjobbak ebből a csapatból. Nagyon lelkesek és nagyon ügyesek. Bár az építőipar általában a férfiak körében népszerű, idén több hölgy versenyző is bejutott a döntőbe. Ennél az asztalnál földmérési feladatok vártak a diákokra. Az állomást biztosító cég ügyvezetője szerint egyre jellemzőbb, hogy a nők is elhelyezkednek ebben a szektorban. Az utóbbi időben már annyira magas mértékű a digitalizáció, és olyan eszközöket használunk a geodéziában is, így a Tészelő Kft-nél is, amiben a nők is nagyon jól beleférnek. Igazából a nőknek a hozzáadott értéke és a figyelme sokkal magasabb, mint a férfiaké. Nagyon jó nőkkel együtt dolgozni, térképkészítés szempontjából sokkal többet, és sokkal hatékonyabban tudnak dolgozni. Szerintem jövője van a nőknek is, egyrészt az egyenjogúság miatt nagyon fontos, a férfiak és nők tudjanak együtt dolgozni, másrészt pedig a termékenység miatt is. Úgyhogy igen, jellemző. A kamarai építésszel szakmaismereti verseny végén első helyezést ért el a Ciszterci Szent Margit általános iskola csapata, második helyezett a Pécsi Belvárosi általános iskola csoportja lett, míg a harmadik helyen a Mohácsi Boldog Gizella katolikus általános iskola diákjai végeztek. Halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolja egy Tolna vármegyei kórház orvosát és ápolóját a pécsi járási ügyészség. A két nő szilárd étellel etetett egy olyan beteget, aki veleszületett betegsége folytán nyelési elégtelenségben szenvedett. Bár tudomásuk volt arról, hogy a sértett csak pépes ételt ehet, mivel ilyen nem állt rendelkezésre, az általános ételt adták oda neki. A beteg emiatt fulladozni kezdett, majd agybénulásban elhunyt. A pécsi járási ügyészség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolja egy Tolna vármegyei kórház orvosát és ápolóját. A két vádlott nő közül az egyik ápolóként, a másik szakorvosként dolgozott a kórházban, ahova 2020. október 24-én este vették fel a sértettet. A sértetnél a vele született betegsége folytán nyelési elégtelenség, heveny garatmandula gyulladás alakult ki, ami esetleges garatreflex gyengeséggel járt együtt. A sértettet 2020. október 25-én reggel a kórházban megreggeliztették, ekkor darabos ételt kapott. Az édesanyja telefonon érdeklődött az állapota felől, ekkor azt a tájékoztatást kapta az egyik kórházi dolgozótól, hogy rendben reggelizett a fia, darabos ételt evett. Az édesanyja ekkor tájékoztatta a kórházi alkalmazottat arról, hogy a fia nem fogyaszthat darabos ételt, csak pépeset ehet.
Az édesanyja ezt telefonon elmondta az orvosvádlottnak is, aki felvitte ezt a tényt a beteg lázlapjára. Október 25-én délután 2 óra körül az ápoló vádlott készülődött a sértett etetéséhez. Az ápoló észlelte, hogy nincs pépes, csak az általános étel, ami akkor rizses ragú volt. Megkérdezte az orvost, hogy megetetheti-e a normál étellel a sértettet. Az orvos ehhez hozzájárult, az ápoló pedig segített a betegnek enni, őt kanállal etette. Az étkezés befejezését követően azonban rövid idő elteltével a beteg fulladozni kezdett. Az orvos megpróbálta a légutakat szabaddá tenni, de nem járt sikerrel, a beteg meghalt. A halálának közvetlen oka a felső légúti falat beékelődés, illetve fulladásos agybénulás volt. A vádlottak megszegték a betegek táplálására vonatkozó szakmai irányelv rendelkezéseit, foglalkozási szabályt szegtek azzal, hogy nem pépesített, hanem szilárd ételt adtak a betegnek. Szabályszegésük is a beteg halála között közvetlen ok-okozati összefüggés áll fenn. A halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének büntetési tétele 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség mértékes indítványt tett, pénzbüntetést javasolnak az előkészítő ülésre. Felavatták az összesen mintegy 260 millió forintból megújult egykori tornacsarnokot Pécsett. A Stadion utcai létesítménye az idén 100 éves PEAC birkózóinak lett az új otthona. A Sport-Sziget stratégia következő lépéseként várhatóan még ebben az évben átadják a most épülő kézilabda csarnokot, így a 2021-ben átvett sporttelep a város egyik sportközpontjává válhat. A PEAC Sport-Sziget stratégiájának soron következő állomásaként felújították a Stadion utcai egykori tornacsarnokot, amit a centenáriumát ünneplő egyesület birkózói vesznek igénybe. A felújításra a Magyar Birkózó Szövetség döntése nyomán a Nemzeti Sportügynökség ZRT 138 millió forintot, a Pécsi Tudományegyetem pedig további 123 millió forintot biztosított. A birkózó csarnok ünnepélyes átadóján beszédet mondott mások mellett Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár is. A Pécsi Egyetemi Atlétikai Klub már 100 éve dolgozik azért, hogy a fiatalok szellemi és testi képzése egyaránt a legmagasabb szinten valósulhasson meg. Napjainkban a több mint 1000 sportoló, illetve a birkózásra, kézilabdán át a vízilabdáig terjedő 17 szakosztály mutatja, a munka kiváló eredménnyel folyik. Kívánom önöknek, hogy a következő 100 esztendőben a jót sikerüljön ennél is jobban felváltani. Szép kihívás, de tudom, hogy amint megpillantják majd Juhász Dorkát a palánk alatt a női NBA-ben, az kellő erőt és kitartást ad majd a munkának, a peacosoknak. Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke hosszú távfutáshoz hasonlította a beruházást, mely 7 évig tartott. Pécs visszakerült a birkózás, a magyar birkózás, a magyar birkózó család térképére. Ehhez szeretnék gratulálni, és ezt szeretném is megköszönni. Nagyon hosszú ideig, több évtizedig Pécs jelentős birkózóváros volt, aztán itt eltűnt a birkózás, valami itt valamelyik emeletre bejegyzett ilyen álegyesület üzemelt. Szerencsére ez már a múlté. Köszönet itt mindenkinek, aki ebben részt vett. A Sport-Sziget stratégia következő lépéseként várhatóan még ebben az évben átadják a most épülő kézilabda csarnokot, így a 2021-ben átvett sporttelep a város egyik fontos sportközpontjává válhat. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. 80 millió forintos támogatás átadták a Hőgyészi Székelyházat. Cinege madár népdaléneklési verseny, idén 37 egyéni vagy csoportos fellépő állt a zsűri elé. Fél évszázada tevékenyek ünnepelt a Tamási Esthajnal nyugdíjas klub. Schwab fiataloknak tartotta konferenciát, a jövő évi választásokra készül a hazai németség. Kedden is marad az alapvetően erősen felhős égbolt, átmeneti időszakokra kisüthet a nap. Szorványosan esőkkel, záporokkal kell számolni. Élénk északnyugati szél fog fújni. Hűvös napra készülhetünk, éjszaka nyugat felől szakadozik a felhőzet, lecsökken a csapadékhajlam. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, és keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!